Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Mindenek előtt persze nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Andrásfalvi Bertalan, néprajzkutatót, professzor emeritus, és Povedák István etnográfust, aki az ő beszélgető partnere lesz a keddi Kaleidoszkóp mai pódium beszélgetésén. Én Solymosi Tari Emőke vagyok, a művészetelméleti tagozatnak a vezetője, és ott ül hátul szerényen kedves akadémikus társam, művészettörténész Súlyok Miklós, aki ennek a sorozatnak a kitűnő szakmai felelőse, szerkesztője. Immár évek óta zajlik ez a sorozat, és az elsődleges célunk az, hát bizonyára sokan ezt jól tudják, az, hogy alkotóművészek, előadóművészek, és most már az utóbbi időben egyre inkább művészetelméleti szakemberek munkásságába, műhely titkaiba egy kis bepillantást nyújtsunk. A legtöbbször persze alkotóművészeket hívunk meg, olyanokat is, akik a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, olyanokat is, akik nem. Utána ugye előadó művészeket, de mondom az utóbbi időben, és ez is Súlyok Miklósnak a kitűnő ötlete volt, egyre többször hívunk meg művészetelméleti szakembereket. Például nem is olyan régen, november 21-én volt Dávid Katalin művészettörténésszel egy egészen különleges felemelő beszélgetés. Úgyhogy akik járnak ide, egyre inkább ilyen típusú beszélgetéseknek is tanúi lehetnek. Hát, hogy Andrásfalvi Bertalant bemutassam önöknek pár szóban, vagy pár mondatban, azt hiszem, aki kicsit is ismeri, az tudja, hogy ez teljesen lehetetlen, hiszen ha csak azt vesszük, hogy néprajzkutatóként milyen hihetetlenül széleskörű kutatásokat végzett, és hogy körülbelül 250 könyve, tanulmánya, tudományos közleménye jelent meg, és kitüntették ugye Széchenyi díjjal mindenek előtt, de hát számtalan díjat lehetne sorolni, Magyar Örökség díjat, a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét, Prima díjat, a Magyar Kultúra lovagja elismerést, és ez mondom, ez csak néhány, ez csak töredéke annak, amivel kitüntették őt. Most mindemellett ugye Andrásfalvi Bertalanról köztudott, hogy a tudósi és rendkívül elkötelezett, holisztikus értelmezésű tudósi tevékenysége mellett egy nagyon komoly politikai pályafutást is mutatott, hiszen a rendszerváltás után Magyarország első művelődési és oktatási minisztere Andrásfalvi Bertalan volt. Hát én azt gondolom, hogy Povedák István, a beszélgetőtárs, etnográfus, mindenről persze bőven fogja őt kérdezni, de azért egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket, amit nem biztos, hogy önök tudnak. Nem biztos, hogy ez kellőképpen a köztudatba került. A Magyar Művészeti Akadémia nem olyan régen elindította az akadémikusoknak az egyéni honlapját. Ez azt jelenti, hogy ha önök fölmennek vagy oda, hogy mmakadémia.hu, vagy egyszerűen fölmennek az MMA honlapjára, és ott az egyes akadémikusoknál megjelenik egy olyan szócska, hogy tovább, azt megnyomják, és akkor tovább viszi önöket a számítógép egy nagyon részletes bemutatáshoz. És ezt most azért mondom el, hogy elmondhassam azt is, hogy Andrásfalvi Bertalanról Povedák István írt ebben a bizonyos MM Akadémiában, ezen a honlapon, egy nagyon részletes, nagyon alapos, rendkívül értő összefoglalást Andrásfalvi Bertalannak a munkásságáról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nála avatottabb beszélgető társat aligha hívhattunk volna meg, vagy aligha választhatott volna Andrásfalvi Bertalan. És akkor befejezésképpen, mielőtt átadom a szót kedves és tisztelt vendégeinknek, ebből a bizonyos bemutatásból hadd olvassak föl önöknek egy gondolatot, ugyanis minden akadémikusnak kell választani egy mottót. Van, aki egy bibliai idézetet választ, van, aki egy nagy alkotónak, írónak, költőnek egy gondolatát, van, aki saját gondolatát, és Andrásfalvi Bertalan oldalán ezt a gyönyörű gondolatot lehet olvasni, ami saját írásából való.
Azt hiszem, ez nagyon jellemző, úgyhogy engedjék meg, hogy felolvassam így felütésként. A művészet a szeretet kifejezése. Kell, szükséges, az élet elengedhetetlen része. Az egyéni életben, a családban, de a nemzetben is. A művészet teremtése az egyik legfontosabb emberi élmény, ami megtarthat minket, és egészé teheti életünket. A művészet közösségeket hoz létre az elmagányosodott emberek között. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a pár bevezető gondolatot meghallgatták, és akkor átadom a szót, és köszönöm szépen a tagozatunk nevében mindkettejüknek, hogy elfogadták a meghívást. Szép estét kívánok! Köszönjük szépen! Hát először is szeretettel köszöntünk mi is mindenkit, ifjakat és örök ifjakat itt a teremben. Elnök asszony, megnyitójához egy dolgot hozzátennék, hogy két dolog miatt lehet valakinek nehéz megírni az önéletrajzát. Az egyik az, amikor valakinek nem biztos, hogy akkora teljesítménye van, amire fel lehet fűzni egy alapos bemutatást. A másik az, amikor valakinek akkora teljesítménye van, hogy arra már nehéz felhűzni egy alapos bemutatást, mert hihetetlen mennyiségű munkát tett le az asztalra, és én Andrásfalvi Bertalannal így jártam. Viszont Andrásfalvi Bertalan kapcsán még egy dolgot én azért kiemelnék, hogy én úgy érzem, hogy a mai kutatói generáció számára nem csak a szakmai munkássága, hanem az életműve is egy iránytű lehet. És nem csak a szakmai munkássága, pontosabban nem csak a szakmának, nem csak a kutatóknak lehet egy iránytű az életműve, hanem nagyon sok mindenkinek. Olyanoknak is, akiknek semmi közük nincs a néprajzhoz, és nem is tudják egyébként, hogy pontosan mi is ez a néprajz. És éppen ezen okból én egy picikét változtattam az előzetes felkérésen. Azt az információt kaptam, hogy hát ilyenkor azért az adott akadémikusnak a legújabb kutatásairól illik beszélni, viszont én úgy érzem, hogy Andrásfalvi Bertalannak a mostani kutatásai, amiről szeretnék majd beszélni, értelmezhetetlenek a korábbi munkássága nélkül. Neki egy olyan életútja van, egy olyan szép kerek életútja van, ami nem lehet csak a jelenben megragadni. És majd a témájából is látjuk, hogy miért nem lehet csak a jelenben megragadni. A szakmai bemutatáshoz én még egy dolgot hozzátennék, mert ez nekem nagyon-nagyon megmaradt. Amikor professzor úrnak az életművét így tanulmányoztam, az egyik az, hogy több mint 60 éve néprajzkutató. 60 éve. Ez számomra elképesztő dolog, hogy valaki 1955-ben kezdte a pályáját, és még most is publikál évente több tanulmányt és köteteket 87 éves korában. A másik, amit hozzátennék, hogy 53 éve házas, van 3 gyermeke és 8 unokája. Tehát nem csak a szakmai életút egy kerek egész, hanem az emberi életút is, én úgy látom, hogy egy nagyon szép kerek egész, és akkor ezzel is kezdeném, hogy professzor úr 87 éves, és hogyha valaki elér ebbe az életkorba kutatóként, akkor úgy kívülállóként azt gondolnánk, hogy ilyenkor úgy hátradől, elmegy kertészkedni, unokázik, olvasgat, és az, hogy mi történik a szakmában, azt úgy távolról nézi, hogy én már ennek nem vagyok a részese, jaj, de jó. Ez általában így van, de Andrásfalvi Bertalannál valamiért nem. Andrásfalvi Bertalan valamiért egy örök ifjú. És én azt szeretném először is kérdezni, hogy mi hajtja ennyi idő után? Mi az, ami előre viszi? Tehát hogy lehet még ennyi idő után új célokat megfogalmazni? Nem fogalmaztam meg új célokat. Egy célom volt régen is. És azért dolgozom, és azért próbálok még írni, és tovább másoknak is elmondani, amit találtam, mert fontosnak tartom. Lehet, hogy ez nagyon furcsán hangzik. A néprajz az a jövő tudománya. Nem egy történeti tudomány, amiben elszórakozunk, na milyen volt régen. Életünk tele van hiányosságokkal, botlásokkal, rémekkel, és a megoldást én a hagyományban látom. Nagyon furcsa hangzik, ugye? A hagyomány nem más, mint évezredes tapasztalat. A népi kultúra az több ezer év alatt alakult ki. Igen, csak meg kell néznünk, hogy melyik népi kultúra. Hiszen éppen a magyarság is, bár a nyelve aránylag egységes, tehát nincsenek olyan nagy
nyelvjárási különbségek, hogy ne értenénk meg egymást, de a kultúrájában, népcsoportjaiban a legtarkább talán Európában. Ez a vallási megoszlásból is következik, hiszen nálunk a református, a katolikus, evangélikus egyház mellett több kis egyház is működik, és vannak néprajzi csoportunk, egyik vagy a másik felekezethez tartoznak, de emellett is szinte minden tájnak sajátos viselete, nyelvjárásban egy kis más hangzása vagy színezete van, de rendkívül gazdag is. És ez mind-mind tulajdonképpen tapasztalatot jelent, de a népi kultúra önmagában azért, hogy népi, még nem jelentheti azt, hogy ez példakép lehet. A művelt embernek a hagyománya az a fontos. A művelt ember pedig nem az, aki sok iskolát végzett, akinek bizonyítványa van, hogy ezt is azt is elvégezte, esetleg több nyelvet is tud. Hadd fogalmazzam meg azt, amit én kialakítottam. A művelt ember az, hogy tudja, hogy mire van szüksége, és ez, amire szüksége van, ezt maga ki tudja elégíteni. Mert fontos, ha nem elégítjük ki a szükségleteinket, ha szomjasak vagyunk és nem iszunk, ha ilyesek vagyunk és nem eszünk, és így tovább sorolhatnám, akkor sérülünk. Az a néprajzi csoport, amelyik még művel, amelyik még ki tudta elégíteni szükségleteit, és ez leegyszerűsítve úgy szól, hogy az a néprajzi csoport, amelyik boldog, amelyik mer szaporodni, aki gyarapítani tudja a nemzetet, saját magát, akinek nincsenek hiánybetegségei, és az, hogy boldog, azt az élet tiszteletében lehet látni. Az a néprajzi csoport, aki egykézik, aki megöli a gyermekeit, az is egy hagyományt követ, de az fiatal, hiszen ha 100 évvel ezelőtt alakult volna ki, akkor már nem is léteznének. Az élet az igazolja, hogy a hagyomány az jó-e, az élethez áll közel, és ennek a hagyományát én nagyon fontosnak tartom, mert mi a mai társadalmunk, már nem a népi társadalom, már az egész városi, az összlakosságunkat is látszik, hogy hiányos, hogy nagy hiánybetegségben szenvedünk mindnyájan, mert valamilyen szükségleteink kielégítetlenek. Két szerzőre hivatkozom itt, akiknek a tanúságával jutottam el idáig. Az egyik Kis Géza, aki az ormánság lelkésze volt, és megírta az ormánságot, és rámutatott, mitől lett egy népcsoport az egyik leggazdagabb, legműveltebb, hiszen az iskoláiban már a 17. században, a török uralom alatt is iskoláik voltak. Népköltészetben is igen gazdag, egyszer csak öngyilkos lesz. Mi az, amit nem tudott kielégíteni? Ő a hibás. Vagyis elveszett egy tudás, egy óriási hozzájárulással egész magyarság kultúrájához, hiszen a 15-16-17. Században itt van a központja a magyar művelődésnek, itt dolgozik Szkárosi, Sztárai, Szegedisi, Kis István, Decsi Csombor, és még sorolhatnám tovább. És egyszer csak kiírtja magát. Mik azok a szükségletek, és miért kellett neki ezeket elszenvedni? Erre mutat rá Kis Géza. És hogy mi most fogyunk, hogy mi Európa egyik legbetegebb nációja vagyunk, erre Kopp Mária, a Magatartástudományi Intézet alapítója és professzora mutat rá. Emberi kapcsolataink gyengék, az társadalmi tőke hiányzik. Nincsenek igazán megtartó közösségeink, nem tartozunk, mint egy nyugati emberek között több helyen is, szinte máig is. Egy embernek legalább 5 féle kapcsolatrendszere van, frontharcos, helyi, munkahelyi, dalárda, stb. Stb. Persze ott is megkopott már nagyon. És ennek, hogy mi ennyire rosszul állunk egészségügyi statisztikákban, ezt Kopp Mária mutatja ki, daganatos megbetegedésekben, szívérrendszeri betegségekben sokkal többen halnak meg, mint az európai átlag. Majdnem minden második házasság válása végződik. A gyermek létszám 1,2-1,3. Tehát mindenképpen nagyon rossz állunk.
Mi az ok annak, hogy nincs elég emberi kapcsolat? Gyengék az emberi kapcsolatok. Ugye van az a nemzetközi vicc, hogy mit jelent egy angol, egy francia, egy német, a magyarnál egy magyar, hát nem lehet ezt tudni, hogy az elvtársa vagy egy úr. Két magyar, az három párt. Három magyar, az nincsen, az egyik, a sváb, a másik, a tóta, a harmadik cigány, a negyedik zsidó, tehát nincs magyar. És ma is nincs párbeszéd, nem ülünk le közös dolgainkat megtárgyalni, hanem ítélkezünk. Te ez vagy, te az vagy, és kész. És ezért vagyunk betegek. Kapcsolat pedig helyettesíthető a szeretet szóval. És a szeretet az nem érzelem, az egy parancs. Ha a szeretetet nem tudom kimutatni, akkor nincs szeretetem. Szeretet akkor születik meg, ha a szeretetet ki tudom mutatni, és akkor abban a boldogságban részesülök, amiről már mások is írtak, nem én találtam fel. Szeretetet adni és kapni a legnagyobb szükséglet és a legnagyobb öröm az ember számára. És mivel úgy érzem, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk a szeretet kapcsolat működéséről a hagyományban, a hagyomány az a jövő tudománya, mert ha nem is azok körülött a körülmények között, de igenis figyelve arra, hogy erről is gondoskodni kell, újra meg kell teremteni egy egymást szerető, kapcsolatokban gazdag társadalmat, és akkor egészségesebbek leszünk, boldogabbak leszünk, és esetleg az ország is gyarapodik. És ezért nem tudom abba hagyni hogyan fejezzem ki magam, hogy ezekről a gondolatokról írok be, és beszélek, és próbálok hatni emberekre. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor egy néprajzkutató, és most akkor mondok egy ilyen sztereotípet, hogyha valakinek azt mondják, hogy néprajzkutató, akkor mit képzel el? Egy szalmakalapos ember, kezében diktafonnal, fényképezőgéppel, bemegy egy parasztházba, ahol mindent lefényképez, beszél a nénikével arról, hogy a nagyanyja milyen babonákban hitt, és hogy milyen szokásai voltak, hogyan főzték ezt, azt, amazt, és összegyűjti a törött széklábakat, és viszi a múzeumba. Tehát ugye ez egy sztereotipikus kép a néprajzosról. De akkor a néprajzos nem ez. És nem csak ez a feladata egy néprajzosnak. Nem csak az a feladata, hogy összegyűjtse, bocsánat, ezeket a törött széklábakat, és bevigye a múzeumba. Hanem van valami más is, ha jól értelmezem. Hát elsősorban, hogy meg akarja ismertetni az művelt emberekkel, a értelmiséggel, a városlakókkal, a nyugati kultúrában fölnőtt magyar középosztállyal és felső osztállyal a népet. Mert a népet nem ismerjük. A nép Magyarországon nagyon elszakadt a nyugati értelembe iskolázott, hatalmat gyakorló és városi népességtől. Igen, talán szabad merészen fogalmazni, mi 700 év óta nem a magyar nép történetét tanuljuk, és abból alakul ki a mi történelmi szemléletünk, hanem a rendi Magyarországnak. A rendi Magyarországnak, ami a magyar társadalomnak egy szűk, legmagasabb társadalmi rétegbe tartozó, gazdag, befolyásos, hatalmas embereknek a szempontjából nézzük az egész magyar történelmet. Ezt a történészek közül először már többen hozzátették a maguk véleményét, de először egy Asztalos Miklós fogalmazza meg, hogy a 13. században megalakul a rendi nemzet, amelyik kisajátítja a nemzet fogalmát, amiben minden társadalmi rétegnek helye lenne. De nem, ők a saját szemszögükből ítélik meg, hogy mi kell az országnak és a nemzetnek, de ez a rendi nemzet. És minden, ami a rendi nemzet szempontjából gyarapodást, gazdagodást jelent, az nem biztos, hogy az egész nép számára azt jelentette. De a történelemben csak ez van, ami gyarapodás, és nem az, ami ennek az ára volt. Sorolhatnám a... Nem én kutattam ezeket fel, ezeket mind megírták, de nem kerül be se a tankönyvekbe, se a kézikönyvekbe. Mondok néhány példát, ha szabad. A 13. századról azt írják a történelmi könyvek, hogy bekapcsolódunk Európa
gazdaság életében megjelenik a magyar export. Egész Angliáig megy magyar export. Micsoda? Lábas jószág, elsősorban marhák. Óriási. Magyarország a világkereskedelmnek részeivé válik. Hát ez egy haladás, nem? Bekapcsolódunk Európa gazdaság életébe. És mi az igazság? A főuraknak a egymással versengve minél többet akarnak kivinni, exportálni, és ezért elpusztítják az Alföldet. A virágzó falvak helyén legelő lesz. Több tízezer marha megy ki a saját lábán a Lamans csatornáig. De a régészek tudják, hogy milyen falvak voltak a 13. századig. Nem a tatár pusztította, nem a török pusztította. A főurak egymással harcolva legelőkért. És nekik legelőkkel. Ezt nevezik pusztásodásnak. Ma már ismerjük a részleteit. A régészek tudják a helyét a jegyes falvaknak. Nevüket is tudjuk. Ezzel ellen próbál IV. Béla föllépni. És mit ír egy dalmát pap, aki Magyarországon van akkor? Azt mondja, a magyar urak várják a tatárokat, mert ez a király, IV. Béla, a fejükre akar ütni. Ezt a úgynevezett feudális anarhiát meg akarja szüntetni, hogy egymás ellen azt csinálják, amit akarnak. Várják, isznak és várják a tatárokat. És mit tanulunk a könyvekben? Hát olyan túlerővel jöttek a tatárok, hogy a magyar hadsereg az nem tudott. Hát el se mentek. Ez a papírja, hogy körülhordozta a véres karnuk IV. Béla és az urak nem mennek. Sőt, IV. Bélának volt egy szövetséges, a tatárok elől oda menekült Kun vezér, itt Budapesten, amikor összefognak az urak, és a Frigyes herceg, osztrák herceg segítségével rátörnek és megölik. És akkor a tatárok elől elmenekült kunok kivonulnak az országból. És ha csak azok ott lettek volna, akkor Muhinál nem lett volna ilyen tragikus ez a dolog. Vagy a vízrendezések. Hó, hát Magyarországon a legnagyobb vízrendezések Európában, a hollandokat is fölözzük. Az új magyar honfoglalás egyharmadával megnőtt a szántó terület az Alföldön. Micsoda nagyszerű dolog. De maga Vásárhelyi, aki ennek a emblematikus alakja, Széchenyivel együtt írja, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi a természet ellen léptünk föl. Mi az ellen léptünk fel, amit tönkretettek ebben az országban. Azt akartuk helyrehozni. Mert bizony egy olyan vízgazdálkodás volt itt, ami páriát ritkítja. És a vízrendezéseket, amit pozitívan állítunk be, akkor születik meg a 3 millió koldus, akkor válik Zsák utcába az egész magyar vízvédelem, most csak már emelni kell tovább a gátakat, és hogyha a belvizeket le akarjuk vezetni tavasszal, már csak mesterséges erővel, pumpával tudjuk beemelni a 3-4 méterrel magasabban folyó Tiszába. És ez mennyi pénzbe kerül? Iszonyatos pénzekbe kerül. És magával arról a területről, amit így próbálunk megmenteni a belvizektől, lehet, hogy a nyáron már semmit se tudunk termelni, mert éppen a növekedés idejében volt víz alatt, és utána jön a szárazság és kiszárad. Én úgy jöttem ehhez rá, hogy én a Sárközzel foglalkoztam, és a Sárközzel is ugye, tehát vízrendezések, óriás területeket nyernek. De a népet vizsgálva, miért akad meg? Miért pusztul el? Miért lesz egykézővé, mint az ormánság. Hát igen, mert elveszik tőlük az erdőket, az árterületeket, ahol óriási munkával egy olyan vízgazdálkodást építettek ki, aminek a párhuzamait keleten lehet csak megtalálni, a Tarim-medencében, Taklamakánban, Kambodzsában és más keleti országrészek, vagy távoli részekben, ahol szintén ilyen vízgazdálkodás volt, hogy a legnagyobb szárazság idején a hegyekben lévő vizetket levezetik, szétvezik, szétterítik, és megöntözik ezt a világot mesterséges csatornákkal, és föld alatti csatornákkal, és óriási munkával. És nem csak ez a vízgazdálkodásnak találó meg a párhuzamat, hanem a sorsát is. Ott is hatalomra kerül egy kisebbség, és ezt elpusztítja. A steppék azok nem magától jönnek, nem az klímaváltozás következménye. Az Alföld pusztásodása, már tudjuk, hogy ez a mértéktelen legeltetés, utána pedig a vízgazdálkodásnak, ennek a fog- vagy ártér gazdálkodásnak az eltűnése.
És ezt próbálom keresni, és ezt próbálom rekonstruálni, hogy milyen is volt ez. Ez több embert tartott el, mint az a szántóföld, amit egyes helyeken ebből tudtunk kimenteni. Egy Oláld János nevezetű szarvasi tanár csinált erre számításokat, hogy azon a területet, amit most magas gátokkal védünk, és pumpákkal próbálunk a belvíztől megmenteni, és szárazságba kiszárad, ezen a területen a visszaállítanánk azt a vízgazdálkodást, amit tönkretettünk a 18. században, nem Vásárhelyig tették tönkre, már előtte Mária Teréza idejében tönkretették, és akkor mocsarasodik el, és akkor tényleg azon már valamit javítani kellett. Akkor, míg működött ez az ártéri gazdálkodás, akkor sokkal több értéket termeltek. De ebből nem tud meggazdagodni a földesúr, hogy tizetet adnak a vadmadár tojásból, a méhből, a viaszból, a kecskéből, az árpából, a buzából, hát ebben nem lehet meggazdagodni. Valami áru kell, amit külföldön lehet értékesíteni, így lehet, hogy a marha, ugye be. Ez az ártéren, Oláh János kimutatja, hogy ötszörös lehetne a jövedelem, most, ha visszaállítanánk egy ilyen természetes öntözést. Mert ez a vízgazdálkodás, aminek a néprajzi nyomait még oklevelekben, de még emlékezetekben és régi térképeken is föl tudtam találni. Sőt, még olyan kifejezéseket is találtam, amik teljesen arról beszélnek, hogy ez egy általánosan ismert volt, ez a vízgazdálkodás és ez az erdőgazdálkodás. Mert a vizekkel eltölt területeken nem lehet szántóföldi művelést csinálni. Ott egy csodálatos összhangja van a hal nevelésnek, mert időlegesen vízzel borított árterületeken találja meg a halállomány a legjobb szaporozási lehetőségeket. És akkor a víz levonul, akkor ezen a területen legeltetnek. És az állatok elhullott ganéja majd a következő esztendőben, amikor újra a víz alá kerül ez a terület, érvényesül annak a táplálékláncnak a meggyorsításában, amikor a végén a hal van. És úgy ezeken a területeken óriási gyümölcsösök voltak, amik bírják a 2-3-4 hetes elárasztást, alma, körte, dió és egyebek. Olyan óriási mennyiségű gyümölcsöt termeltek régen az árterületekben, amik később mocsárrá és vagy pedig szántóföldi változott, hogy el se tudjuk képzelni. Mikor Mária Terézia, akit megint úgy írunk, úgy beszélünk rá, hogy hát a jobbágyok mellé kegyes királyné volt. Igen, védte a jobbágyokat túlkapásoktól, de egy törvényt hozott, aminek a segítségével a földesurak ezeket az árterületeket, erdőket elvehették a jobbágyok gazdálkodásából. Abból a jobbágyi gazdálkodásból, ami északon, a Skandináviában még jobban megmaradt, Linné, a nagy természettudós, a 18. századnak ugye a legnagyobb természettudósa, csodálkozással ír még az ottani erdőművelés, paraszti erdőműveléstől, aminek a nyomait itt most Magyarországon is megtaláltam. Berzsenyi Dániel ír egy levelet Kazincinek, sírja, hogy kérdezted, mi az a pagony. Hát a pagony az, amit az erdőben a parasztok művelnek, körülkerítenek, ahol gyümölcsfák vannak, ahol lombtakarmánynak vágott fák vannak, ahol fűfelületek vannak, amik sokkal dúsabban hozzák a füvet, mint ha a napnak lenne kitéve. Tehát egy olyan gazdálkodás, ami sokkal több értéket termelt, mint később is. Ezt is úgy értelmezzük, hogy Mária Terézia hozza be az első erdőtörvényt, amiben fa áru termelésnek a érdekében kell az erdőt igazítani. Ami első lépés ehhez, hogy kitiltják belőle a parasztokat. És a parasztok nem akarnak kimenni az erdőbe, hát ott terem az a sok gyümölcs, ott terem a lombtakarmány, ott méhészkednek, ott vannak a legkülönbözőbb szerszámok készítéséhez külön nevelt fák, mert más fát kell használni az eketalpnak, más fást a küllőnek, más fát a kocsirúdnak, vagy kocsioldalnak, más az épületnek, másból lehet hasítani, butort, és így tovább. És ezt ők ott nevelték, és most kitiltják őket. És a parasztok ellenállnak, festetítsek, ők hozzák az első mezőgazdasági iskolát Keszthelyen. Az erdőt elveszik a jobbágytól, és a jobbágyok nem akarják átadni az erdőt. Erre katonaságot hozat, és Csurgo főterén lefejezik. Csurgo történetében benne van, köztudatban, tankönyvekben? Nincs róla szó. És akkor, mikor megszerzik az erdőt a földesurak, abból pénzt csinálnak.
Persze nem az erdőnek a fájából még, mert még nincsenek vasutak és egyebek, amiket ki lehetne szállítani, de elégetik akkor a hamuzsír, az nagyon az kicsi helyen elfér, és óriási értékű. Az angol üvegipar magyar hamuzsíron van, és mikor megkerezik a nagy erdőket, és kitiltják belőle a jobbágyoknak a állattartását, a méhészkedését, a gyümölcstermelést, minden, akkor ott hamut zsírt égetnek. Több magas hegyi erdőnk akkor pusztul el és válik kopárra. És az sincs benne, mikor Maria Teréziának ez a rendelkezése, ami lehetővé tette a jobbágyok kiszorítását az erdőből és az árterekből, ez Erdélyben nem érvényesült, mert ugye Erdélyben szabad székelyek voltak, és nagyrészt ott voltak azok az erdők az ő kezelésükben. 1871-ben hoznak egy törvényt a magyar parlamentben, hogy fel kell osztani a havasokat, arányosítás címén. Akinek lent nagy földje van, az nagy részt kap a föld a havasokból, akinek nincsen, az nem kap a havasból. És így kizárják a közszékelyeket, akik abból éltek, havasokból éltek. Pontosan ugyanaz, amit Mária Terézia 1767-ben így számolta föl az erdőket. Hogy az erdőket csak abban az arányban művelhetik, vagy használhatják a jobbágyok, amilyen arányban a földjük van. Hát mivel kevés földjük volt, hát a földes urát elvette. Nincs benne a történelemben. És ezt tönkretették ezt, és akkor megakad a magyar szaporodás. Mert minden szükségletét kielégítő paraszti társadalom az nem csak gazdag volt, az nem csak boldog volt, hanem az országot is gyarapította. És akkor majd hiányoznak majd ott Mohácsnál is, Világosnál is, és Trianonnál is. És ezek nincsenek megemlítve. Azt gondoltam, hogy az akadémia, amelyik még a szocializmus időben írta a Erdély történetét, és abban megnézem ezt a részt, hogy ez az 1871-es arányosítási törvény, amit több mint 100 000 székely kivándorlását okozta, amint Bukarestbe mennek, akkor ez Bukarest a második legnagyobb magyar város, mert több magyar lakik benne, mint Szegeden. Meg sincs említve. Még az arányosításról székely tanárnak a könyvét megtaláltam apám könyvtárában, amiben megírja, hogy hogyan vették el a havasokat a közszékelyektől, és azok hogyan vándorolnak ki éhezve. És aztán ott van Berlász Jenőnek a munkássága, aki kimutatja, hogy a 17. század második felében a magyar földesek és német földesurak előzik a magyar jobbágyokat Erdély közepéből, az úgynevezett mezőségből, és románokat telepítenek be, mert azok gyapjúval fizetnek. És azt nem kell őrizni, meg konzerválni, meg csinálni, az mindjárt pénzé lehet tenni. Amit mi tanultunk az angoloktól, amit bekerítésnek neveztek, mi Kosári Domokosnak a könyvébe, hát ugyanúgy megcsinálták, itt csak nem írták le. Vagy kitörölték. Asztalos Miklós Erdély történetében ír erről, és a szöveg teljesen értelmetlenné vált. Kicenzurázták, de Asztalos Miklósnak talán ugye megakadályozni a cenzurázást nem tudta, de nem írta át a szöveget értelmemszerűen. És olvasom, hát ezt egy épes ember ezt nem írhatja le. És mai paraszt az egy megvetett szó. Egy finn miniszter dicsekszik, hogy az apja paraszt volt. Németh László írja a Hidadráván 1938-39-ben, irigylem a szerveket, akik énekelnek. Bármilyen ünnep van a faluban, összeülnek, akkor mindig van egy pár énekes, aki elkezd énekelni a szerb hősökről, a szerb királyokról, a szerb vezérekről. Én is tapasztaltam Albániában, egy ilyen ebédre meghívtak, akkor is előkerült ebéd után a lant, és elkezdtek énekelni. Kérem, mikiről énekelnek? Hát Skanderbégről. Ez Hunyadinak volt kortársa. És az a másik énekeltség, ez kiről énekel? Hát ez a németek ellen harcolt a háborúban. Azt írja, irigylem, Németh László, irigylem. Mert a magyar köznép nem énekel vezéreiről és a királyairól más énekeket. Mit énekel? Miről énekelnek? Betyárokról. Ki a betyár? Ki az egész világ ellen harcol,
nincs se szövetségese, se akasztrófán végezi. De a betyár költészet az Magyarországon a legnagyobb tömegű népdalt és betyár nótát hozta létre, és a betyárosan énekelni, ez külön része volt a magyar kultúrának. Tehát a népköltészet tükrözi ezt a meghasonlást. És ezt látják a nagyjaink, látják Arany János, látja Petőfi, aki azért gyűjt, ők is gyűjtöttek népdalokat. És azt írja, egy szinte külön is más, ugyanezt mondják el, ha majd az értelmiség besülni fogja a népet a költészet alapján, talán egyszer polgárilag is meg fogja becsülni. Hiszen Verbőci kizárta, azt írta, a magyar honfoglalók utódai a magyar nemesek. A nép, az a nem nemes, az az itt talált, meghódított idegen ajkú népek, akiket rabszolgává tettek a magyarok, de utána Kálmán idejében felszabadították őket, és hát lettek jobbágyok. De a jobbágy nem magyar. Hát kitagadtuk a nemzetből. És hát ugye elterjednek azok a nézetek, amiket annak idején László Gyula és több mások is harcoltak, a magyar, hát az úri nép az nem foglalkozik ilyen piszkos mesterségekkel, meg földművelést, a rabszolgák meg a meghódította csinálják. És ez benn van a történelemkönyvekben. Még 1996-ban kiadott magyar történelemben a magyarok krónikája, ilyen vastag kötet, először németül jelent meg, abban is azt olvasom, a magyar, mint másik steppei nomád nép, minden, ami letelepült életmóddal kapcsolatos, azt megveti. Azt mondjuk, a gyermekeket megölni a harcban semmiség. És generációk telnek el, amíg a lovagláshoz szokott karika lábaival a magyar egyenesen el tud járni az eke után. 7.-8. lap, tessék elolvasni. 1996-ban. És mit írt Szegfű, meg mit írt Dér József? A magyar, magyar állam, a parazitikus nomád állam mintakép Európában, aki a meghódított népeknek a munkájából és a kizsákmányolásából él. Írja egy magyar történész. És akkor ne csodáljunk, hogyha a 19. században és a hangadó, hogy így kultúrpolitikusok alakják, a magyar harcos nép volt, az megvetette a köznapi munkát és egyebeket, és ezért a művészek és iparosodók mind idegenek, vagy adokból jöttek, elmagyarosodottak, még a művészek is. Ezt magunk tanítottuk így meg, és ezzel nem próbálok harcolni. Ezt nem lehet abba hagyni. Ezt nem lehet abba hagyni. Mert bizonyítékok vannak, történészek megírták, csak nem kerül bele a tankönyvbe, nem kerül bele a kézikönyvbe, nem kerül bele a történelmi tudatunkba. Mert ez kicsit rájátszik arra, hogy hát aki nagybirtokos, az csinál, amit akar. Ne bántsuk őket, most is vannak. Egy picit most megakasztom a beszélgetés fonalát. Tetszenek érezni, hogy miért volt nehéz megírni András Falvi Bertalannak röviden az élet munkásságát bemutató kis néhány oldalas szösszenetet. Ez egy fejezet volt a 23 témakörből, amivel foglalkozik. Tehát ugyanilyen részletességgel tudna mesélni a szőlészetről, bolászatról, a hagyományőrzésről, a magyarságtudományról, a néptáncról, a népművészetről. Tehát ezekkel mindegyikkel ugyanilyen részletesen foglalkozott, viszont hát ez még csak az első kérdésem volt, vagy talán a második kérdés, ameddig eljutottunk, és még van előttünk egy néhány, amiről azért szeretnénk, hogy beszéljünk. Egy picikét visszatérnék itt András Falvi Bertalan életrajzához, mert az egy dolog, hogy ilyen szép, gazdag ez az életmunka. Nagyon kevesen tudják, hogy András Falvi Bertalan annak idején, erről nem beszéltünk előzetesen, hogy beszélni fogunk róla, magyar és román szakra nyert felvételt az egyetemen, és néprajz múzeológia szakon diplomázott. Magyar-román, és kap egy néprajz múzeumost. Ez hogy volt, hogy történhetett ilyen? Van ennek valami köze az 50-es évek körülményeihez? Persze, hogy van. Hát én néprajzal jelentkeztem, oda akartam jutni, és második helyre azt írtam be, hogy ha nem vesznek oda föl, akkor én a románokkal meg akarok jobban ismerni, mert még középiskolás korunkban soproni diák voltam. Hát az ugyanúgy a nemzeti kérzés az nagyon elevenen élt. Hát most nagyon kényes témára vágunk bele, mert Sopronnak a nagy része német volt, úgynevezett Poncichterek, ugye?
Most a pontszichterek, azok voltak a szőlőművesek, az értelmiségnek nagy része is német származású, de a magyarok is voltak. Apám pedig úgy gondolta, hogy beírat egy olyan iskolába, ahol párhuzamosan együtt tanulnak németül is, magyarul is írni, olvasni a gyerekek. Ez volt a luteránus, az evangélikus iskola. És akkor a 40-es években, mikor már háború folyt, Rúrvidéket, Szárvidéket, a többit a angolok, amerikaiak bombázták, akkor nagyon helyesen és tényleg megható feláldozással a soproni pontszichterek felajánlották, hogy ők a onnan származó gyerekeket ők ellátnák és befogadnák őket, hogy ne legyenek legalább a gyerekek kitéve ezeknek a bombatámadásoknak. Szóval a németek meg is szervezték, de nem úgy, hogy egyenként, hanem tömegben. Úgyhogy Sopron utcáin fölle vonultak nagy dobokkal és harsonákkal, és énekeltek, és egyelőbb-utóbb verekedésbe forrott az egész. Máv, magyarok Ázsiába vissza. Ez a föld úgyis német lesz, itt ne ugráljatok, és így tovább. Verekedés, mert ugye apámnak ki kellett venni ebből az iskolából egy másikba beíratni. És az utcán pedig, mikor 1944-ben, március 19-én megszállták a németek Magyarországot, Sopron a határon volt, ugye Ausztria már régen Németország volt. Hát azt úgy foglalták el, mint egy ellenséges állást. Rohammal és halálos áldozatok voltak, és ki voltak téve. Bajte Sammelstelle, zsákmánygyűjtőhely, fogolygyűjtőhely, meg levertük ezeket. Akit elkaptak, jól összeverték. És akkor határoztuk el, hogy mi küzdeni fogunk a Magyarországért. És aztán jött a 50-es évek, jött fordítva, Magyarországért nem a németek ellen kell küzdeni, hanem már mások ellen kell küzdeni. És megállapítottuk azt, hogy hát Magyarországnak és az Európának ennek a részének, itt a Kárpát-medencének nincs más jövője. A kisnépeknek össze kell fogni, hogy a jobbról és balról lévő nagyhatalmaknak ne legyenek kiszolgáltatva. Mint ahogy volt a török, Habsburg birodalom, orosz, német, stb. Meg kell ismernünk a szomszédokat. Hát én a románokat vállalom, te meg majd a szlovákokat vállalod, és így tovább. Erre készültünk. Hát hogyha nem lehetek néprajzos, mert középiskolás koromban már annyira megszerettem ezt, hogy járom az országot, hogy mint középiskolás úgy mentem el, hogy nem volt igazán úti célom, csak majd ahol megjegyzteledek, szállást kérek, és ott beszélek az emberekkel, és így tovább. Így ismertem meg az országot. Sok ilyen szép kalandom volt. Na most így lettem én a román szakos. És még középiskolás koromban Pestre kerültem, ott hagytam. És az a társaság, amelyik ilyen, hogy is mondjam, egy kicsit nagyképűen itt ilyen ország és vidék megváltó összeesküvésre összejött, az valaki beárulta. És a barátaimat lefogták, elítélték. Nálunk egy házkutatás volt, de nem tudtam, hogy miért, mert akkor már mi Pesten éltünk. Csak évek múlva tudtam meg, hogy az egyik őrsvezető barátom, akik a őrsében, mint a Bence és Diák Sopronba tartoztam, akit szintén letartóztattak, és az, aki a leginkább azon munkálkodott, hogy hát ez nem beszélni kell itt mindenféle politikai jövőről, hanem jön a harmadik világháború, és ezt nem győzhetnek az oroszok. Nekünk segíteni kell a nyugati hatalmakat, és föl kell venni a kapcsolatot a angolokkal és a többiekkel, hogy segítsük őket a harmadik világháborúban. Leszavaztuk, hát mit tudunk mi segíteni. De igen, hát lehet a titkos szolgálattal fölvenni ezt a dolgot. Ez az Erős Laci, aki emellett volt, akit leszavaztunk, hát ez még nincs itt, még ennek az ideje. Ezt nem tudták elfogni, de akkor ő már a Intelligence Service-nek és angol titkos szolgálatnak már jelentett, ahogy az később kiderült. És aztán bekerítették egy helyen, akkor a fegyvert is kapott, utolsó töltényel főbe lőtte magát. És erre Mária Nosztrán ülő barátaimat fölvitték Pestre, és kihallgatták őket újra ezzel az eseménnyel kapcsolatosan. És éjjel hozták vissza a vonaton, és a vonaton egy
élet és tudomány ott hevert. Egy őr vitte a megláncolt Fekete Zoltánt, fogta ezt az élettudományt, begyűrte a zsebébe. És a bátyám egyszer írt az élet és tudományba egy cikket a hangyákról. A hangya tenyészettel foglalkozott, és ez még máig is, most ő 89 éves, de a pincében van 5 vagy 6 olyan hangya család, amelyik 20 éve ott van. Úgyhogy nemzetközi hangyász híre volt. Igen. És akkor elsírta magát, hogy hát mikor őket kihallgatták, akkor azt mondták, hogy nyugodtan vallja be, mert az András halljak már mindent bevallottak, hogy miket csináltak. De ezt nem csináltuk. De az András halljak bevallották. Hát szembesítsenek az András halljakkal. És akkor azt mondja neki a tiszt, ezt mondom évekkel utána, 56 után, mikor kiszabadult, Fekete Zoli ezt mesélte, ja hát, agyonvertük azokat a szemeteket. Tehát ők úgy voltak a börtönben, hogy azért nem szembesítenek velük, mert minket agyonvertek már. Ebből én csak annyit tudtam, hogy később a papírjaimban, amit megkaptam a történeti hivataltól, meg ezek a titokzatos házkutatások, meg az, hogy a bátyámat munkaszolgálatra vitték el, ezekből lehetett sejteni, de nem tudtam az összefüggést, csak 56 után, miután kiszabadultak a barátaim a börtönből. Ez is egy elkötelezettséget jelentett, hogy én ennek a népnek a múltját is, és értékeit keresem. Annál is inkább, mert apám az Eszterházi Uradalomban dolgozott, és Soproni központban, de a háború alatt kitelepültünk egy tanyára, egy ilyen családházba, gondolván, hogy Sopront akkor azért is bombázták, mert ott volt a kormány egy ideig, és mi nem messze laktunk a nővérszállótól, ahol a kormány ült. És gondolta apám, hogy ki visz minket valahová, hogy bombatámadásra, mert több bombatámadást átéltünk ott már akkor. És akkor cselédek között tanultam meg, hogy milyen az a ős hagyomány. Cselédház végében vasárnapok itt összegyűltek fiúk, lányok, körbeálltak, énekeltek, táncoltak. Métára is megtanítottak. Métában, ami nincs győztes, és legyőztes, helycsere van csak. És csodálatos volt írni, olvasni, nem tudó emberek olyan szépen meséltek erről, arról, amarról. Ezért határoztam el, hogy később már, amikor iskolás voltam, hogy gyalog jártam az országot, és ismerkedtem a világgal. És ez magyarázza azt, hogy aztán miért választottam a román szakot. Román szakra jártam, de közben a néprajzra is engedélyt kaptam, hogy járhatok, és nagyon sokat tanultam. Az a Tóth Zoltán volt a tanárom, akit 56-ban agyonlőttek a Széchenyi téren. És egyszer egy másik társam, aki szintén második helyre írta a románságot, mert francia tanár akart lenni, de látták, hogy Bukarestbe érettségizett, hát akkor te román szakos lesz, mert román szakos tanárokra volt szükség, mert akkor csináltak román gimnáziumot Eleken, meg Gyulán, vagy hol. És akkor egyszer fölálltuk, és azt mondtuk Ittó Zoltánnak, mert csak először ketten voltunk, csak hallgatók, hogy hát mindent tanulunk itten, de hát ez nem így volt a magyar történelemben, ezek a románoknak a véleménye. Igen, mondta Ittó Zoltán, maguknak ismeri kell a román véleményt, hogy a románok hogyan látják azt a történelmet, amit mi másképpen látunk. Ebből a kettőből kell az igazságot kivenni. Úgyhogy ez a gondolat, ez így magyarázza ezt a döntést, hogy akkor én román szakra megyek. A harmadik helyre állatorvost írtam, hogy vidékre kerülök, és állatorvosnak könnyebb lesz tanulni a népnek a bölcsességét. És ezt említetted, professzor úr, hogy gyalog jártad az országot. Én azt tudom, hogy itt az ország gyakorlatilag, vagy a Kárpát-medence, azt mondom, minden tájegységét bejártad, és Moldvában is voltál. Ez az 50-es, 60-as években nem volt kockázatos? Nem volt ebből soha konfliktus vagy probléma? Hát nem lehetett mi járni. 56 nyaráig nem lehetett Erdélybe külön hatósági meghívó levél engedély nélkül csak úgy turistaként menni. De 56 nyarán ez megváltozott. Akkor már egy éve, hogy végeztem az egyetemen, és volt egyetemi társammal köztük Moyser Miklóssal, aki a Szépművészeti Egyetem igazgatója. Ezekkel elmentünk Erdélybe, és
A többiek el akartak menni Bukarestet megnézni, az ottani gyűjtőt, főleg művészettörténészek voltak, én meg el akartározom, hogy Moldvába megyek. És mondtam, hogy hát akkor én elválunk Békás Szorosnál, én kimegyek gyaloga Békás Szoroson, Németkővár, Piatra Nyámsz, és majd ott keresek majd svángó falvakat. Szóval hát nem lehet, még az erdélyeket is letartóztatják. Hát hova akarok menni? Hát majd meglátom, ahol befogadnak. Nem, valakinek, valakihez el kell menni, mert így is nehéz lesz. Van nekem egy osztálytársam, aki most vállalta, hogy a most létesített, előző évben létesített magyar iskolákban tanítóként dolgozik, mert addig nem volt magyar iskola Moldvában. Úgy hívják, hogy Kallós Zoltán, és Lészpeden lakik. Menjél Lészpedre. És akkor kiírtam Piatra Nyámszba, és ott kértem egy jegyet Lészpedre. Hát tudtam annyit angolul, vagy románul beszélni. Szóval vonaton derült ki, hogy több Lészped van, és ott találkoztam s csángókkal, akik megmondták, hogy nem oda kell menni, ahova a jegyem szól, hanem errefelé itt van az a Lészped, ahol a Kallós Zoltán is lakik, és így ismerkedtem meg Kallós Zoltánnal. Akkor nagy terveket szőttünk, milyen gyűjtéseket fogunk végezni, mert én már egyetemista koromban és utána is Martin Györgyel, Pesovár Ferenccel, Pesovár Ernővel, Mácz Lacival táncokat gyűjtöttünk. A Népművészeti Intézet fizette, és mentünk a úgynevezett kultúrversenyekre, és ahol láttunk jó zenészt, jó énekes, jó táncost, akkor megpróbáltuk lefilmezni ezeket. Tehát a filmezés, a táncfilmezés az nagyon fontos része volt a mi közös munkánknak, és hát a Népművészeti Intézet gondoskodott arról, hogy oda eljussunk, meg napi díjat is kaptunk, 31 forintot, és hát és akkor jelentést írtunk, hogy itt és itt összegyűlt kultúrversenyen ezt és ezt láttuk, és ezt próbáljuk majd megfilmezni, és így tovább. És hát ilyen, persze, hogy nagyon vágytunk, hogy olyan helyre menjünk népdalt gyűjteni, filmezni, ahol még nem jártak, Moldvába és Kalos révén az úgynevezett mezőségbe, amit alig ismertünk, mert Bartókék és Kodályék és Székelyföldet járták elsősorban, és szinte megfeledkeztek arról, hogy a mezőségnek a vegyes lakosságában olyan értékek vannak, amik még a Székelyföldön sincsenek meg. És aztán így kapcsolódott össze a mi munkánk a Kallóssal, és őt azért becsülöm nagyon sokra, mert engem is ez izgatott annak idején, hiszen a népkötési gyűjtések is csak fokozatosan épültek fel. Ugye kezdetben mindenki hősdalokat keresett, aztán baladákat, akkor szerelmi dalokat még a reformkorban, és mindenki arra törekedett, valami új dal, amit még eddig nem jegyeztek le, azt lejegyezze. Kallóssal meg már az érdekelt minket, és erről nagyon szép tanulmányt írt Kallós, és szinte úttörő volt ebbe, az izgatott minket már, hogy miért énekel, és ki mit tud, az honnan, és hogyan függ össze az életével. Mi a funkciója egy baladának, és így tovább. Ez egy rendkívül izgalmas dolog volt, és itt kerülök a művészethöz, hogy a művészetben is önellátó volt ez a parasztság. Nincs szobor, meg kép, meg költő, meg színész, meg színdarab, és színház, meg opera, meg stb. Az a művészetnek az a lényegét, azt mindenkinek önellátóan kell megcsinálnia. És az keservesekről, amit a Kallós írt, ugye tulajdonképpen a pszichoterápiának egy népi változat, amikor kimondja az ember a bánatát, nem valakinek, hanem úgy. És nem véletlen, hogy ki milyen baladát tud, mert a baladában mondja el az akár sértettként, akár bűnösként, hogy mit vétett a költészetben megfogalmazott erkölcsi tanítás, és a másokkal szemben. És ez egy olyan területe megint a néprajznak, amiből tanulnunk kell. A művészeti oktatás az nem luxus, az fontosabb, mint az idegen nyelv meg a fizika. Ez fog itthon tartani minket, ez fog összekötni minket, ebből lesz szolidaritás, ebből lesz hazafi, ebből lesz az, aki itthon keresi a megélhetését, és nem Amerikában háromszor annyi pénzért. Mind a néprajzból lehet tanulni, a népnek a kultúrájából és művészetéből. Ezért mondom azt, hogy a néprajz az nem múltban való gyönyörködés, hanem orvosság keresés a jövőnkre, a megjavítására. És ez alatt a több mint 6 évtized alatt
Volt-e olyan periódus, amikor esetleg elbizonytalanodtál? Azért, mert mondjuk az AVH-val, vagy a Securitatéval, vagy valamivel kapcsolatba kerültél, vagy volt-e valami, ami azt mondotta veled egy ilyen kis belső hang, hogy hát hagyjuk ezt a Moltvát a fenébe, meg Erdélyt, meg Kallóst, meg mindent, menjünk inkább szépen haza, aztán ott majd a szőlészetet kutatgatjuk. Hát így nem merült föl, de úgy igen, hogy többször letartóztattak. És állítom, hogy az mentett meg, hogy mikor Szamosújára bevittek és kihallgattak, akkor én románul kezdtem beszélni. Engem a román népköltészet is érdekel. Nem hazafias, lázítással megyek én itt faluról falura. Csodálkoztak. Aztán másodszor pedig már úgy, többször voltam akkor így Moldvában, és nagyon szép anyagot találtam Kalos útmutatásából, éppen ebben, hogy ki mit énekel, ki ilyen baladát tud, az hozzá összefügg az életével. De ezt itt ide Magyarországra települt moldvaiak és bukovini székelyek között is tapasztaltam, hogy nem tudom, az egyik asszonynak mondtam, hogy milyen szép három árva baladát hallottam a szomszéd faluban, nem ismeri ezt? Néni, kérem, én ezt is énekelje be, ha ismeri. Ismerem, de énekelje be, nem vagyok ura. Miért nem? Én nem voltam árva. Menjek ehhez, és ez az asszony az árva volt, azt tudja. És attól kezdve bármilyen ballada volt, utána nyomoztam az életéről. Az életéről szól. Akár mint bűnös, akár mint egy bűnös mulasztásnak a kárvalottja. Mikor az anya annyira szereti a lányát, hogy nem engedi férjhez menni, mert ragaszkodik hozzá, és ezzel tönkreteszi az életét. Vagy ahhoz a kényszeríti férjhez menni, akitől várja, hogy majd neki is jobb lesz a otthon maradt gyerekeknek. És ez mind balladában elénekelik. Nem magyarázza. Nem a valóságot mondja, nem a saját életét mondja, csak a égi mását. De mindenki tudja, Kalosnak a gyimesvölgyi keservesekről írt tanulmányában van így benn, hogy mindenki a saját bánatát mondja el, de nem mint személyes körülmények között, hanem mint egy költői képbe beletentéve a saját sorsát. És ez a művészet lényege. És erre a művészet öngyógyító és másokat gyógyító erejére igenis nevelni kell, hogy Kodály mondja, hogy senki se tud megörökölni hagyományt, népművészetet, minden az mindenkinek meg kell tanulnia. És ez hiányzik a mai iskolából, ezt kell, ezért harcolok és próbálok írni ilyen értelemben, hogy vissza kell állítani az iskolákban a művészeti nevelést, az énekórákat, a táncórákat, a népismereti órákat, az előbb elmondott történelmi egyoldalúsággal szemben is, de legfőképpen azért, hogy a közös alkotás öröme, a összetartozás élménye az fontosabb minden egyéb tudománynál. Hiszen Adler, a pszichológus írja, hogy az az ember, aki gyerekkorában nem tanul meg szépet és jót alkotni, az egész életében mások fölött való uralkodásban, hatalomban önzően keresi a boldogságát. Hát mi örömet tud és szépet tud alkotni egy gyerek? Hát egy tánc, egy együtt éneklés. Erről tanulmányok vannak. Nincs közforgalomban, nem használjuk őket. Plé Csaba és Barkócinak van egy Kodály módszernek a hatását, vizsgálták olyan iskolák, összehasonlítva, hogy elit iskola volt, de nem volt ének, másik ének és zene tagozatos volt, küldtelek ki sok hátrányos helyzetű gyerekek, és nem csak a közismereti tantárgyakban hallgattak többet ezek, hanem ugye sokkal műveltebb háttérből jöttek. És mégis azok, akik énekelnek, táncolnak, akik a közösség élményét kapják, azok a probléma megoldásban sokkal elevenebbek, sokkal érettebbek és sokkal használhatóbbak, mint azok, akik azt tudták csak bizonyítani, hogy miért nem lehet egy kérdést megoldani. A másik, a énekzenek tagozók pedig, hogy minden próbálták minden kérdést megválaszolni, arra törekedtek. És a gyermekjátékban nincs versengés. És a sport olyan, mint a nemi élet. A legnagyobb ajándék az embernek, ugye, hogy két nem egyesül egy családban. De ezt nem lehet korán kezdeni, ezt nem lehet
a ideje előtt elkezdeni, és akkor is vigyázva kell, hogy elrontsuk a saját és mások életét is. De ha a gyerek közben megtanulja a mások megbecsülését, az együtténeklés örömét, az együtt alkotásnak a gyönyörűségét, akkor egészen másképp fog viszonyulni a felsőbb mondjuk kategóriába lépve, házasolások vagy családot alapító lesz. És ezt nem szabad elmulasztani, ezt a néphagyományból kell tudnunk, hogy ez életszükséglet. De úgy, hát aztán mikor egyszer ott, ahová megbeszéltük, hogy találkozunk, nem én érkeztem meg, hanem a szekuritát érkezett meg, de én meg beteg lettem közben, és hazajöttem, öcsém hazavitt. Nagyon nagy lázam volt, és be akartak tenni a kolozsvári kórházba, de inkább hazajöttem. És akkor valószínűleg lehallgatták a telefonbeszélgetést, várta a szekuritáté. És nem jöttem, és azt a házat, ahová találkoztunk, azt földúlták pincétől padlásig, majdnem megverték őket. Adják elő, hogy hát itt kell lenni az Andrással, de akkor már Magyarországon volt. Hát akkor 3-4 évig nem mertem Erdélybe menni. Játszunk egy picikét. Így már a beszélgetésnek így a vége felé érkezünk lassan. Nem kell megijedni, nem egy nagy játék lesz. Ez egy kicsit ilyen asszociációs dolog. Én mondok professzor úrnak egy olyan fogalmat, ami jellemző a mi korunkra, meghatározza a mi modern korunkat. És professzor úrt arra kérem, hogy mondjon ennek egy alternatívát. Az első, fölteszem a kérdést, hogy hallottak-e már Harry Potterről? Ez a hollywoodi mese, hatalmas nagy filmsiker, könyvekben jött ki, egy boszorkánytanonc vagy varázslótanonc gyerek, és a gyerekek hihetetlenül imádják olvasni. Azt mondom, hogy Harry Potter. Van erre alternatíva? Hát a népköltészetnek a költészetről, a művészetről mondtam, hogy a szükséglet. De az, hogy is mondjam, pocserekkel nem lehet kisegíteni valakit, hogyha azt a szükséglet nem tudja kielégíteni. Hát a mesék azok nagyon bátorságot adnak, hiszen a kiskanász, a harmadik gyerek, az elnyomott, a bátor és határozott, az legyőzi a sárkányt is, ugye? Önbizalmat, hitet abban, hogy ha jó vagyok és bátor, akkor szerencsés leszek, azt a meséből kell megtanulni, vagy abból lehet megtanulni. Mint ahogy a játékba kell megtanulni, a gyermekjátékba azt, hogy együttműködés sokkal nagyobb öröm, mint a másikat legyőzni. Persze hallgatom néha a rádiónak az esti meséjét. Hát azok nem mesék, kérem. Ebben éppen ez hiányzik, ami a mese lényege. Hogy bátorítson, hogy lelkesítsen, és nem. Hát Kodály is nagyon-nagyon súlyos kritikát mondott a rádió műsorokra, és a tévében akkor még nem igen volt. De óriási felelősség, hogy milyen ideálokat röppentek fel, és teszek vonzóvá, és ebben lehet tévedni is. Én megmondom őszintén, nem olvastam el. De tudom, hogy elkesednek érte. Aztán a másik, amiben valószínűleg szintén nincs része professzor úrnak, és lehet, hogy a jelenlévők jelentős részének szintén nincs része, én fönt vagyok a Facebookon. 248 ismerősöm van, 248 barátom van. Mit mond erre egy néprajzos? Itt segítségem jön az, hogy buta vagyok ez az egész. Ez a Facebook, ez egy olyan internetes honlap, ahol az emberek föltölthetik a saját profiljukat, hogy én ez vagyok, fölteszek képeket, már fölteszek híreket, hogy velem ez történt, sülcsirkét sütöttem, itt a kép róla. A fiatalok fentöltik az életüket. Gyerekek, fiaim hazajönnek az iskolából, nekik ugyan Facebook oldaluk nincsen, de fölmennek az okostelefonjukon, és elkezdenek csetelni az osztálytársaikkal egész délután, amíg rájuk nem szólok, és el nem veszem a telefonjukat. És azt mondják, hogy hát itt a közösségem. Tényleg közösség ez?
ugye az a Facebook, hogy kapok angolul, hogy ennyi és ennyi barát várja az én jelentkezésemet. Ezeket el sem olvasom, tovább megyek, mert nem tudok megfelelni. Lehet-e az interneten közösséget létrehozni? Nem hiszem, hogy lehet, nem tudom. Mindenesetre a vonaton megy egy osztály kirándulásra. Én is véletlenül oda, abba a kocsiba kerülök. Vannak 20 gyerek. Mindegyik csinálja a okostelefonját, nem is beszélgetnek egymással. Ez az elmagányosodásnak és az, amiről Kopp Mária írja, hogy ez betegek leszünk tőle. Egy helyen a következőt olvastam professzor úrtól, idézem. Ha nekem ilyen őseim vannak, akkor valamit le kell tennem az asztalra. Mégsem lehetek rongyabb náluk. Nekem szolgálnom kell ezt az országot, ezt a népet. Még kisgyerek voltam, amikor bevonultam egy kamrába, és kértem a jó Istent, hogy válasszon ki engem egy ilyen feladatra. Idézet vége. És akkor kérdezném, hogy ha most kérhetne egy dolgot még a jó Istentől, mi lenne az? Nem könnyű kérdés. Hát, nagyon őszintén, nagyobb hitet. Nagyobb hitet. És reményt, igen. Hiszen 87 éves vagyok már. Nekem készülni kell egy találkozásra. És mivel mindent kritikával fogadtam, ez a kritika, ez túlságosan nagy bennem. Ezt kéne elmulasztani a jóságos Istennek. És egy idézettel kezdtük, egy idézettel zárnám a beszélgetést, utána átadjuk majd a porondot, és lesz lehetőség kérdésekre. Idézem. Hazára, nemzetre ugyanúgy szükségünk van, mint élelemre, levegőre, ruházatra. A hazával való kapcsolat, szeretet kapcsolat. Természetesen Andrásfalvi Bertalantól származik az idézet. Én azt kérem, hogy fogadjuk meg, gondolkodjunk és viselkedjünk e szerint. És remélem, hogy nagyon sokat épültek ebből a mai beszélgetésből, és talán világossá vált, vagy szerintem világossá vált, hogy miért is lehet egy olyan kutató, egy olyan ember iránytű a mai generációk számára, mint amilyen Andrásfalvi Bertalan. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük ezt a tényleg építő, sokszor megvilágosító, sokszor megható beszélgetést és a gondolatokat, és akkor, ahogy Povedák István mondta, nincs vége még a programunknak, csak a pódium beszélgetésnek van vége, de önök természetesen ugyanúgy, ahogy máskor, most is kérdezhetnek. Igen, Faragó Laura. Én inkább reflektálni szeretnék, és két fontos asszociációmat megosztani önökkel, vagy veletek. A legutóbbi, hogy lehet-e Facebookon közösséget teremteni, volt a kérdés, és Bartók Béla egyik gondolata jutott eszembe, aki egy hasonlatot mondott a gépzene és az élőzene összehasonlításával kapcsolatban, és azt mondta, hogy a gépzene olyan, mint az ételben a konzerv. Az élőzene meg, mint a házi koszt. Tehát halott a Facebook közösség, konzervgép. A másik pedig, hogy ugye Andrásfalvi Bertalan végig az alkotó társadalomról beszélt, hogy úgy meg is fogalmaztam magamban, hogy ha van fogyasztói társadalom, mert így hívjuk magunkat, ezt a kort, mert kivették a kezünkből a kézművességet, akkor volt alkotó társadalom. És lehet, hogy akkor ezt így az oktatáson keresztül, vagy egy tudatosságon keresztül vissza lehet úgymond csinálni. Tehát a gyerekeknek a kézügyességével kezdeni,
és nagyon szomorú az a városi gyerek, én a saját gyerekeimről tudom, hogy mikor a nagymamához mentek, tudtak fát aprítani. És milyen, mert szükség volt rá, és Pesten a városi gáz melegben meg nincs dolguk. Tehát ilyenkor meg a másik, ugye a közösség, tánc, ez óriási a táncházmozgalom. Úgyhogy, tehát alkotó társadalom legyünk ismét, és hát a Facebook meg egy gép. Igazi közösség. Köszönöm szépen. Laura, igen. Van-e kérdés András Falvi Bertalan professzor úrhoz? Amíg gondolkodnak, nekem azért lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye itt a keddi kaleidoszkópban mindig rászoktunk térni az éppen aktuális munkákra. Min dolgozik most? Mi az, ami éppen most izgatja? Ír-e új tanulmányt, új könyvet? Részt vesz-e jelenleg is zajló kutatásban? Hát a MMA rendezett egy tanácskozást a keleti igen. elemek a magyar kultúrában. Keleti hatások és motivumok a magyar művészetben az én tagozatom rendezte. Igen. És igen. majd mondok is róla valamit. Jó. És ott azt vállaltam, hogy a gazdálkodásban, tehát ezt a bizonyos a természettel való együttműködő gazdálkodás, ami nem teszi tönkre a természet erejét, és mégis maximumot hozza ki az ember számára, ennek a föltárása, mert ez ismeretlen, ezt nem ismerjük, pedig volt, csak elhallgatjuk, mert nem esett a gazdag emberek gazdagodásának a területébe. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy van egy ilyen mondás, ahol legnagyobb a veszély, ott van legközelebb a segítség. A művészeteknek tehát van szerepe, van feladata, van mondani valója a mai ember számára is. És hála Istennek, hogy Bartók Kodály és tanítványai révén egy óriási munkával megszületett a magyar zenefolklór, ami világon egyedülálló, és majdnem hozzá hasonlóan egyedülálló a táncfolklór is. Hiszen hát hol van a világon még olyan nép, amely olyan táncokat táncol, hogy egyetlen egy táncosnak a repertoárjából Martin György egy ilyen vastag kötetet írt. Egy táncosnak. És ehhez hasonlóan óriási nagy, a mi zenei műveltségünknek a nagyságát láttam ilyen, persze ezek nem komoly, de azért mégis valamit sejtető összehasonlítások, hogy a németek kb. 4-szer annyian vannak, mint mi. Az összegyűjtött népdalkincsük nincs felese a magyarnak. Ugyanilyen nagy kincsel rendelkezünk a népi motívumok, a népi hát formák, képek tekintetében, csak ezt még nem tetszettük össze. Volt rá már kísérlet Huszkának, meg Fáj Aladárnak, Lükőnek, de hát messze nem tudtuk még rendszerezni, nem tudjuk áttekinteni. Mert, és itt óriási dolgok történtek. Például van egy pécsi tanárember, aki vezette egészen a múlt évig a gyerekotthon, tehát az állami gondozottak gyerekotthonát, ahol ő rajzterápiát alkalmaz. Tehát nem azt csinálja, mint én is, amikor iskolában jártam rajzórán, kitettek egy köcsögöt, vagy kitettek egy embert, hogy rajzoljuk le. Ő motivumok sorát vetíti ki, nem csak népi motivumokat, hanem például a hópelyheknek a kristály szerkezetétől kezdve a levelekig és virágokig és minden, és utána rábízza a gyerekekre, hogy rajzoljanak. Ők nem azt rajzolják le, amit láttak, hanem annak a segítség, amit láttak, lerajzolják magukat. Erről több kiállítást is rendezett, és több alkalommal, 4 alkalommal már volt
pszichiátriai társaság ott tartotta a gyűlését, ahol bemutatták ezt a módszert, hogy olyan gyerekek, akik már öngyilkosságot követtek el, hogy teljesen kezelhetetlenek voltak, nem lehetett velük mit kezdeni, kirakták az egyik intézetből a másikba. Ezek rajzolással és szerepvállalással, népi játékokat tanít be, és színdarabokat és népszokásokat, ahol szerepet kapnak, és ez a rajzolással pedig kiállításokat rendezett, és ott minden egyes rajzról elmondta, és a rajzart erről beszélt, mi volt a sorsa ennek a gyereknek. Tehát ez a népi motívum kincs, ami olyan gazdag legalább, mint a népköltészet is, egymás mellett lévő népcsoportoknak egészen más motívumai vannak, és mégis van valami hasonlóság bennük. Ezt is fel kéne használni. És ennek gyökerei vannak a törököknél, a kínaiakig, a jugurokig, a különböző moldvai testvérnépektől kezdve a olasz reneszánszig, mindenhol vannak valami kapcsolatok, hiszen a népköltészet, mint egyáltalán a népi kultúra, az nem zárkózik magába, az tanul mindig a környezetétől, nem csak azért, hogy valamit átvegyen, hanem amit lát a másiknál, annak az ellenkezőjét hangsúlyozza. Ez nagyon izgalmas volt, hogy én a Dél-Dunántúlon egymás mellett élő németeket, magyarokat, szerbeket, cigányokat tanulmányoztam, hogy mitől cigány, és hogyan él együtt egy faluban egy német, egy magyar. Mit kell csinálni valakinek ebben a közösségben, ha magyarnak akar mutatkozni. Tehát, hogy mik azok az eszközök, mik azok a motívumok, mik azok, amivel ő ki tudja fejezni magát, vagy ki tudja, el tud valamit mondani a saját életéről. Erről a kiállításokról kis mutatók is, füzetek is jelentek meg, hát elképesztően izgalmasak egy ilyen rajzban. Kirajzolja magából az életét egy gyerek, és használja azt a csodálatos motivumvilágot, amit a hagyomány megőrzött. Ebben az irányba kéne előrelépni, ebbe kéne megcsinálni egy rendszerezést, Kodály Bartók rendszerezésé, vagy Vargyas Lajos rendszerezéséhez hasonlóan. Most a motivumok, a népmotívumok, ahol egy rendet teremteni, valami fölismerni, hogy hogyan kapcsolódnak ezek össze, vajon mit jelenthetnek ezek, és hozzátenni azokat a forrásokat és azokat a analógiákat, amelyeket minket összekötnek a török művészete, vagy elválasztanak a horváttól. Most jelent meg egy kiállítás Pécset a zsolnai nővérek a századfordulón, tehát 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, mikor a zsolnai gyár fölvirágzik, akkor két zsolnai lány népművészeti anyagot gyűjt. Nem adatol semmit, csak összeszedi horvátoktól, magyaroktól, ormánságiaktól, drávafokiaktól, sárközéktől, stb. Óriási anyag. Senki nem használta. De a zsolnai gyár használta, és a zsolnai gyár óriási mintakincs, amivel világot hódított meg. Ugye, annak azok a gyökerei, amiket ezek a lányok összegyűjtöttek. Most ebből egy kiállítás van, és csak a később gyűjtött analógiák alapján tudja az ember, hogy hát ez biztos horvát, mert ez ilyen színeket a magyar nem használ. Ez német lehet, mert ilyen mintákat a magyar anyagban nem találtunk még, és így tovább. Milyen nagy dolog lenne összegyűjteni, áttekinthetővé tenni ezt a kincset, amelyik vetekszik a népdalkincsünknek a gazdagságával. És hát hála Istennek még nem pusztult úgy el. Németh László, amikor ez a Híd a Dráván írja, akkor írja, hogy hát olyan gazdag ez a magyar kultúra, népi kultúra, de nincs átjárása a felső kultúrához. Tehát ahogy, amit Kodály is mondott, hogy egyik kezünket még Bach és Palesztrina fogja, másikat pedig a Nogáj, Tatár, a Kirgiz és a Csuvas fogja. Mikor tudjuk ezt a két világot egyesíteni? Mikor tudjuk ebből szerves magyar dolgot csinálni? Mert így csak egy komp vagyunk, amíg hányódik a kelet és nyugat között. Mikor tudjuk ezt hiddal összekötni, vagy egy összefüggő száraz földét tenni, hogy abból kivirágozzon az a művészet, aminek ilyen óriási örökösei lettünk. Ez rengeteg feladat lenne még a művészeti
oktatásban, terápiában és kutatásban, hogy ezt a mérhetetlen kincset, mondom, hasonló lehet ez a motívum kincs a zenei, meg a táncos kincshez is, amelyik hát mondom, tárgyalagos összehasonlítása a leltárok alapján, hát többszörösen, mint amit egy sokkal népesebb, nagyobb lélekszámú nép át tudott adni. Mert az előbb összefonódott, ez az egyik jó oldala, hogy nincs olyan nagy különbség egy polgár és egy paraszt között. Nálunk a paraszt és a polgár között ez a mély szakadéknak egy előnye is volt, hogy a népnek önmagának ellátására valami csodálatos gazdagságot hozott létre. Köszönöm szépen, amiket elmondott. Csak két dolgot hadd tegyek hozzá két konferenciáról. Az egyik, hogy hát most nagyon nagy örömmel hallottam, amit mondott a motivumokról, jelképekről, és nem olyan régen, nem is tudom, két éve körülbelül a művészetelméleti tagozat és a népművészeti tagozat közösen rendezett egy olyan konferenciát itt a Magyar Művészeti Akadémián, aminek az volt a címe, hogy jelképek és motivumok a magyar népművészetben. Tehát elindult egy ilyenfajta keresés, kutakodás itt, de hát nyilván itt ugye amiről ön beszél, hát az egy nagyon nagy léptékű kutatás, feldolgozás, és hát remélem, hogy ehhez majd mi is hozzá tudjuk tenni, amit tudunk. A másik, amit ugye említette ezt a keletkonferenciánkat, keleti hatások és motivumok a magyar művészetben, ez volt a címe, ugye ezt az én tagozatom, a művészetelméleti tagozat rendezte, és mikor ide jöttem, eszemben is volt, hogy elmondom itt a kedves közönségnek, hogy ez egy kétnapos konferencia volt, rengeteg nagyon értékes, érdekes előadás hangzott el. Amikor Andrásfalvi Bertalan megtartotta az előadását, akkor már valahogy nagyon a legvégén voltunk, tehát már borzasztó fáradt volt mindenki, de azt a szenvedélyességet, azt a felvillanyozó stílust, ahogy beszélt azokról a gazdálkodási kérdésekről, amikről ennek a beszélgetésnek az elején is beszélt, szóval az valami hihetetlen volt. Senki, de tényleg senki olyan hosszú, lelkes tapsot nem kapott a konferencián, mint Andrásfalvi Bertalan. Úgyhogy ez is mutatja, hogy ugye ön tényleg a korát meghazudtolóan vitális, és tudja lelkesíteni az embereket. Nekem még lesz egy kérdésem, de udvarias vagyok, és szeretném átadni a szót. Szűcs Györgyi vagyok, és én egy problémával kapcsolatban szeretném megkérdezni professzor úr véleményét. Nagyon sokat lehet arról hallani, hogy gyerekek elvégzik a iskoláikat, és gyakorlatilag funkcionális analfabétaként hagyják el az iskolát, és én úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy probléma, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy professzor úr szerint ez mi okozza ezt, illetőleg lehet erre, és ha lehet, mi lehet erre az orvosság? Köszönöm szépen. Köszönjük a kérdést. Az én úgynevezett politikai pályafutásom az csupa kudarc volt. Az első, amit én, mint közoktatási és művelődési miniszter akartam, három dolog volt. Az egyik az, hogy soha többet az állam ne rendeljen el világnézetet. Tehát a marxista világnézetet kellett tanulni. És mindenki mert ilyen tüntetések voltak, még nem is hallottak engem, már tüntettek, hogy az Andrásfalvi az szűrbe fog öltözni, karikás ostorral fogja az embereket hajtani kötelező misére a templomba. Igen, ez még írtak is róla a Narancsba, meg mit tudom én. Ez az első, mindenki csak azt merje tanítani, amiben hisz. Nem kell alkalmazkodni senkihez se. Abban azt mondja el, amit hisz, mert csak az hathat emberre, amit hittel mondanak el. Ez az egyik. A másik pedig az volt, hogy vissza kell állítani a kisiskolákat. Nem lehet a tanítás financiális kérdés, hogy egy tanárnak legalább 30 diákja kell legyen, mert akkor kifizetődő csak a... Vissza kell állítani azokat az osztatlan iskolákat, amit Kleber Kuhnu rendelt el, hogy a tanyos iskolában volt egy tanító, és az 15 gyereket tanított, mindegyik másik osztályba járt. És ebből lettek tudósok is. Mert az a tanár akkor többet tudott foglalkozni az, aki elmaradott, és előbb észrevette azt, aki megelőzte a többit. És
Ez volt a másik, és a harmadik pedig a művészeti oktatásnak és a népismeretnek a visszaállítása, mert lehet, hogy ezt túlságosan keményen fogalmaztam, de akkor is körülbelül ugyanezt mondtam, hogy az a köztörténet, amit mi tanulunk, az nem lelkesít. A hősökről kell beszélni, és a bűnökről kell beszélni. A többi történelem, hogy hány felesége volt 8. Henriknek, vagy hogy mikor volt a tatárjárás, ez mellékes kérdés. Arról kell beszélni, amiben hősök voltunk, és arról kell beszélni, amiben vétkeztünk, és ennek a büntetését kell elviseljük. És ezért gondoltam arra, hogy mindenkinek a saját környezetének a megismerésében kell hazát találnia, és ezért a kisiskolákat vissza kell állítani, mert az a gyerek, aki minden nap órákat utazik egy központi faluban lévő iskolába, ahol 40 gyerek van egy osztályban, az se nem pihen, se nem tanul, se nem művelődik, külön órákra nem járhat, mert utazik, ugye az tönkre megy, az semmire sem, az nem kap sem élményt, sem tudást. Tehát a tanügyben nem szabad spórolni. És ha ezt számlába állítanánk ki, akkor az ilyen gyerek, aki így utazással is tölti az idejét, és nem, semmi közösségben nem tanul, és így tulajdonképpen a Kopmária értelmében még beteg is lesz, nem is beszél arról, hogy aszociális lesz, nem kötődik se a falujához, se a nemzethez. Ez sokkal többbe fog kerülni az egész államnak és az egész társadalomnak, mint ha megfizetnék és kisiskolákban odavaló tanárokat alkalmaznának. Most ön éppen oda kanyarodott egyébként a hölgynek válaszolva, amit én is szerettem volna kérdezni, vagy kicsit úgy, mint egykori, vagy volt közoktatási minisztertől, hogy ugye ön itt a beszélgetés során állandóan hangsúlyozta a művészetoktatásnak, a művészeti nevelésnek a fontosságát, és megdöbbentő volt számomra, hogy ezt a tényleg nagyon kevéssé ismert tanulmányt, a Barkóczi, Ilona, Plécsaba féle tanulmányt, ami ugye a 70-es éveknek a kutatása, itt foglalja össze a Kodály módszerrel, Kodály koncepcióval kapcsolatban, ugye ezt is idézte. Ugye ma rettenetes mennyiségű agykutatási eredmény van azzal kapcsolatban, hogy valóban a művészetek azok, amelyek megfelelő módon alakítanak ki egy személyiséget, és tegyük hozzá egy közösséget. Ugye ön erről is beszélt most sokat, hogy a művészetek azok mennyire hát egységképző, közösségképző tényezők. Szóval, mint minisztert, mint volt minisztert kérdezem, hogy szóval annyi tudományos bizonyíték van, annyian tudják tudósok, művészek, pedagógusok, hogy hogyan kellene a magyar közoktatást átalakítani. Hogyan lehetne a döntéshozókat rávenni arra, hogy végre tényleg az történjen, amire a társadalomnak, az egyénnek is, meg a társadalomnak is szüksége van. Mi a titok ebben? Szóval miért nem tudunk egyről kettőre jutni? Lehet, hogy nagyon nehéz kérdés tettem. Nagyon nehéz kérdés, de még nem elegen követeljük. A közömbösség a gyávaságnak az egyik első formája, ugye? És egy asszony, Kis Gézának, akit emlegettem, mint Ormánságnak a írója, aki leírja az egykézés kialakulásának a hátterét, annak az egyik lánya, aki szintén tanár, azt mondta, hogy szeretné hallgatni az óráimat, és bejött az órákra. És tőle kaptam egy tanulmányt, amit a Guardian, az angol lap, egy könyvről ír. Ez a könyv pedig egy angol iskoláról szólva vidéken, aminek a hallgatóinak a 90%-a migránsokból és egyebekből áll, Kodály módszer. És a végeredmény az, hogy ezeket a gyerekeket csak ezzel a zenei neveléssel lehetett, hogy is mondjam, polgárokká tenni, és ennek tehát számszerűen kiértékelhető a haszna, hogy ezt csinálták. Egyébként azt is megtudtam, hogy
Barkóczi és Plécsaba könyv nem került könyvvárosi forgalomba. Így van, azért döbbentem meg, hogy ön ezt idézi, igen. Mert mi muzsikusok is... De nekem megbújt a könyv, valaki annyira kevesen ismerjük, igen, pedig több nyelven megjelent, angolul is, franciául is megjelent, és tényleg szégyen és gyalázat, hogy nem ismerjük itthon már, mint hát én jól ismerem, de a igen, legtöbb igen. Szakember sem ismeri, és hát ugye a 70-es évek óta elég sok idő. Tehát az angol kísérlet ugyanazt írja, mint a Plécsaba és a Barkóczi, és állítólag Norvégiába is bevezették, és Japánba is van Kodály rendszerű. Számos országban a igen, világon, igen, igen minden. Nálunk, nálunk is van majdnem 10 iskola, amelyik részben még amikor miniszter voltam, külön engedélye, néphagyományt is oktathat. Ilyen a Fóti iskola, ahol táncot és éneket is tanítanak, és kézművességet. Aztán Abán van egy iskola, Kecskeméten van egy iskola. Győr Apollinus negyedben van egy új iskola, ahol szintén. Tehát kb. 10 ilyen iskola van, és az a Platti Alapítvány 4 évenként egy konferenciát rendez, hogy az iskolák bemutatják a hallgatóiknak az eredményeit. Fantasztikus érdekes. Tehát az a legérdekesebb, hogy a gyerekek milyen lelkesen muszatják be azt, hogy ők mit tanultak és mit tudnak csinálni. Tehát ezt kéne propagálni, erről megjelent DVD-t készítettünk, följegyzést készítettünk, küldtük erre, arra, mara, egyelőre még nincs sok. Tessék, parancsolj! Ehhez a témához, mert én tanítottam, miután a filharmoniai szólista státuszt megszüntették, általános iskolában, gimnáziumban és zeneiskolában. Közel 20 évet letanítottam mind 3 iskolanemben, és például a Lónyay utcai református gimnáziumban, tanári szobában kollégákkal beszélgettünk, hogy mi volna az az ideális óraszám egy tanárnak, amikor professzor úr említette a kulcsszót, hogy a lelkesedést, ugye a diákokkal kapcsolatban, hogy lelkesen tudjunk leadni egy nap hány órát, és az volt a vélemény, hogy 4. 4 órát olyan hittel és lelkesen végig tudtunk vezetni, és az 5.-6. volt, amikor 7. óra bele lehet fáradni, mert annyi energiát kiszív egy 45 perces óra, nézzük meg a művészeket, 45 percig, 2x45 percig vannak a színpadon, és hányan? Egy tanár ott van egyedül, 40 gyerekkel, ha kávét akar inni, nem lehet, mint egy irodai munkás, hogy fogom, leteszem és elmegy, nem hagyom ott a gyereket. Szünetbe is vigyázok rájuk, mert oda dobja a töltőtollat a szünetbe, és kinyomja a másiknak a szemét, és megvakul a társ. Ha nem jól ügyel. Visszatérve, tehát az óraszámnak a csökkentése kulcs fontosságú volna, és ellenkező tendenciát látok. Köszönöm. Hát igen, és egy teljes struktúraváltás is. Tessék parancsolni. Nekem is egy nagyon nehéz kérdés jár a fejemben, hogy jó ideje nincs jövőképünk. Tehát nincs a civilizációs jövőképünk. És mindig, amikor valami hiteles és megrendítő tapasztalattal, illetve ilyen tudással találkozik az ember, azon gondolkodik, legalábbis én azon gondolkodom, hogy vajon ezt a tapasztalatot, ezt a tudást, ami ezek szerint akár még 100 évvel ezelőtt is nagyon erősen jelen volt a társadalomban, vajon föl lehet-e használni a jövő látható megalkotására? Tehát, hogy egy láthatóvá tett jövőkép megteremtésére, egy részleteiben is kidolgozott jövőkép megteremtésére, vajon nem kellene egy ilyen munkát felvállalni, elindítani? És egy ilyen hatalmas tapasztalatot tulajdonképpen pontosan és konkrétan a jövő építésére használni. Köszönöm. Köszönjük szépen a kérdést. Én úgy veszem észre, hogy az elmúlt évtizedeket vizsgálva, hogy nagyon sok ilyen javaslat született és került a döntéshozóknak az asztalára, és nem sok változott. Ahol mégis eredményeket lehet elérni, azok a műhelyek, amiket mondtam, hogy Abán, meg Fóton, meg egyebeket. Tehát ezeket kéne szaporítani, és közismertté tenni.
Egyébként nagyon régi ez a törekvés. Én találtam ki, hogy ez fontos. Hát Kodály is erről beszél. De Magyarországon gyűjtötték össze először Európában a gyermekjátékokat. Ez is mutatja, hogy ahol a legnagyobb a veszély, ott van a legközelebb a segítség. Kis Áron 1891-ben az első európai játékgyűjtemény akkor születik meg. És azt írja az előszavában, hogy ott, ahol nem játszanak már ilyen játékokat, akkor tanulják meg ebből a könyvből. Mert egészen a tanítók bizonyítják, hogy egészen másképpen van a tanórák alatt, másképp él és hasznosul a tanulmány, az olyan iskolában, ahol a gyerekek nem verekednek a 10 percben, hanem énekelnek és játszanak. Vagyis hát, hogy lemérhető annak a hatása abban is, hogy a gyerekek a szünetben mit csinálnak. Tehát, hogy azt is meg lehet szervezni ezekkel, és szívesen csinálják ezt a játékokat. Tehát nem lenne egy erőszak tétel a gyerekeken, hogyha bevezetnénk a szünetekben a gyermekjátékokat. Tehát úgy tűnik, hogy így szervezetten fölülről nem sikerül, de egyre több műhely van, ahol akár a rajzterápia, akár az énekterápiának az eredményeit hasznosítják, és a kézművesség. A kézművességre is rájöttek, nem mi jöttünk rá erre. Édesapám 1893-as születésű, és mint diák járt neki a Zászlónk nevezetű folyóirat. Ez egy ifjúsági folyóirat volt, havi folyóirat volt a háború előtti időben. És ebbe a több olyan kötet megmaradt bekötve apámnak a jóvoltából, amit áttanulmányozhattam, ahol éveken keresztül adnak hírt a Hemsjöldről. Ez a elsősorban Svédországba bevezetett, tulajdonképpen azt tanították az iskolákban, hogy egyszerű eszközökkel, fából, papírból, vászonból, tehát a nép által kézművességet megtanították a gyerekeknek. És ez egy idő után kötelező lett a svéd iskolákban, a Hemsjöld, ez kézművesség, tehát agyagozástól kezdve faragásig, meg szőttek, meg hímeztek, meg stb. Ma már nincs, eltörölték. Most szabadon választott tantárgyként van Svédországban, legalábbis svéd ismerőseim szerint mondják. De ebből nőtt ki az IKEA, meg az a skandináv design. De már nem ők csinálják, hanem a Fülöp-szigeteken, meg Jáván csinálják olcsó rabszolgák. És az egész világon még mindig lelkesednek azért a skandináv dizájnig, ugye? Tehát nálunk is, vagy a svédeknél is rájöttek valamire, és látták a hasznát, és mégis elejtették. Ki tudja, milyen politikai vagy társadalmi nyomásra, vagy mire is adott. Ott van a zsender elmélet, meg egyebek is ott van, születtek meg, ami szintén tönkretették ugye az iskolákban a nevelést. És a játéknak az egész életben nagy jelentősége van, és mi erről is szólnak tanulmányok, hogy az anyának játszani kell a gyerekkel, nem elég a szoptatja, annak az játszani kell vele. És nem tudom, valószínűleg szintén a Magatartástudományi Intézetnek valami kiadványában olvastam azt, hogy állatkísérletek, macskák kölykeztek, és egy olyan rácsot tettek a kölykök és a anya között, hogy szoptathatta, de nem játszhatott velük. És a macskakölykök mind daganatos megbetegedésben megdöglöttek. Tehát és ezeket a játékokat nem az anya tanulja meg, hanem a kicsi lány, mikor 3-4 éves, akkor 5-6 éves gyerekektől babánál megtanulja ezeket a játékokat, amivel majd ő játszani fog egy igazi babájával, mikor gyermeket szül. És az akkori népi szokások szerint ugye a mátkák látták el a gyermekágyat fekvő asszonyt, hogy az első hetekben az anyának semmi más gondja nem volt, csak rajta feküdt a gyerek, akkor szopott, amikor akart, és akkor játszott vele. És ez az egész életre kiható hatással volt.
Mikor az én gyerekeim megszülettek, akkor mondta a doktor, 3 óránként kell hozni, szoptatni, ott aludjanak a gyerekek, itt meg pihen az anya. Azok a gyerekek sírtak, mert 3 órát nem tudták kiszopni, azért itt meg az anya fejte magát, mert nem tudta leszopni a gyereket. Ma már angol szakirodalomra hivatkozva a Budapesti Honvéd Kórháznak a intenzív osztályán, ahol koraszülött gyerekeket ápolnak, ott berendelik a szülőket, kiveszik a inkubátorból a gyereket, és pár órára ráfektetik az anyának a meztelen testére, de még az apa is vállalhatja. És erről szakirodalom van, amit ott el is lehet olvasni, és főleg angolok. Angolok felfedezték azt, amit több ezer év óta az egész világon általános volt. De a tudomány nevében ezt megszüntettük. Azért állok itt, mert itt is van egy kérdés, hogyha professzor úr befejezte az előző válaszát. Igen. Akkor adhatom a következő. Tudomásom szerint professzor úr néhány nappal ezelőtt Mocsoládon a falugondnokok konferenciáján volt. Hogyan látja a falugondnokok helyzetét? Itt Pesten a nadrágos emberek nagyon keveset tudnak erről az intézményről. Esetleg helyet foglalhat majd a későbbi néprajztudományokban, mint a falu fennmaradásának, vagy a falu bizonyos részeinek megmaradásának lehetőségeiben. Hallottam azt is, hogy egy nagyon lelkesítő, szép hozzászólása volt ott a konferencián. Egyáltalán erről az egész jelenségről szólna néhány mondatot, ha szabad kérnem. A falu gondnokok is, akiket ugye Kemény Bertalan volt ennek a mozgatója, meghalt már, ő is, az ő emlékére volt ez a gyűlés Alsó-Mocsoládon, és díjakat osztottak ki. Tulajdonképpen, ha közelebbről megnézzük, a falugondnokok azt látják el, amit régen a falu közösség spontán magától ellátott. Mert az szokás volt a faluban, hogy szolidárisak voltak mindenkivel, aki a faluban lakott. Ez hosszú lenne ezeknek a szokásokat végigvenni, de egy lakodalom, egy halottitól és a többi nem történhetett meg anélkül, hogy a szegényeket oda be nem hívták volna. És hogyha valaki új gyümölcsöt vagy akár disznót vágott, akkor a legközelebbi körzetében mindenkinek küldött kóstolót is. Tehát volt egy eleven szolidaritás. Ezt a falu gondnokok most elsősorban azokra, akik igazán rászorulnak az öregekre és betegekre, próbálja pótolni, de tulajdonképpen az lenne az igazi, hogyha nem a falu gondnokoknak kéne, mert spontánul visszakerülne ez a szolidaritás a faluba, ami a városon egyáltalán nem létezik, már a szomszéd ajtóban nem tudom, hogy ki lakik. De ez hozzátartozik az ember életéhez, hogy legyen, ez a Kopmária, amiről ír, hogy az embereknek társakra van szüksége. És hát Böjte Csaba írt erről egy könyvet, hogy a legnagyobb öröm az, hogyha másokat örömet tudok okozni. Ennél nagyobb örömet nem tudok magamnak szerezni. Hát ez a gondolkozás, ez nem csak egy érzelmi megújulást jelent, hanem ez, hogy is mondjam, pénzben is kifejezhetően hasznos lenne az ország számára. Tehát úgy tekintek a falu gondnoki mozgalomra, mint egy kovászra, amelyik vár, hogy kiteljesedjen, és átterjedjen, és tovább menjen. Csak hát ott tartunk, hogy a faluban nem csak rászorulók vannak, hanem akik élnek, azok is úgy élnek, hogy nem tudnák ezt a spontán adományt a még szegényebbeknek adni. A falu nagyon-nagyon rossz helyzetben van ilyen szempontból. Ez nem is utolsósorban azért, mert a gyerekek már el is mennek, hát nincs fiatal. Hát nem ott tanult az iskolát, nem ott végezte annak. És esetleg még egy jó angol tanárja van, az nem is gondol arra, hogy hazamenjen, visszamenjen. Mert pedig kellene, hogy megújuljon. A falu nagyon előregedett és nagyon elszegényedett. Hadd mondjak egy dolgot, egy kísérletet. 1848-49-ben a jobbágy felszabadítás nem volt érdeke egy grófnak vagy egy hercegnek. De a magyar ügyér odaálltak.
és nem egy meg is halt Batthyány és többiek. Hát most is vannak 10 000 hektáros nagyurak. Mi lenne, hogyha ők 20-30 holdat adnának egy-egy falunak, ahol megszervezné a falu, mint ahogy a cserdi cigány polgármestere megszervezte a közmunkával egy biogazdaságot, és azzal ellátták az öregeket, meg az iskolát és egyebet. És megindulna a tankert megint, hogy az iskolában nem csak a számtant, meg a kompjúter tanulnák, meg azt is, hogy a magot elültettem, akkor az ki kell. Hát nincs, importáljuk a hagymát, a fokhagymát, a krumplit, a minden egyebet. Mi saját magunkat se tudjuk ellátni. Egy olyan földön, amelyik minőségre terület. A középkorban áradnak a Nyugat-Európából idejött emberek, hogy Magyarország, itt van a legízletesebb gyümölcs, itt van a világon a legtöbb hal, a legjobb hal, egy folyó áll két rész vízből és egy rész halból. Azért jönnek ide, hát itt franciák, olasz, mindenféle telepesek jönnek, és Magyarországra telepek még nem a 1870-es vagy a 1700-es éveki német betelepítésekről szólt, de ez egy álomország volt, mert úgy együttműködtek a természettel, olyan sokoldalúan, hogy itt lehetett a legjobb minőséget kihúzni. Ez a napfény és az a víz, amit mi átkergetünk a Fekete-tengerben, a megepelt gátak között, egy hidrológus kiszámolta, hogy egy évben a Tisza gátjai között a Fekete-tengerbe megy több 10 000 tonna műtrágya értékű humusz, ami régen itt szétterült. Óriási lehetőségeink vannak, ha helyben meg tudnánk megint azt a gondolkodás, egymás iránti felelősséget vállaló természet ajándékait egyként a jövő számára is megőrizve és sok oldalon kihasználva meg tudnánk teremteni a megélhetését ma a falvaknak, de így nem megy. Nagyon szépen köszönjük Erdélyi Györgynek is a kérdést. Na, akkor még egy utolsó, talán egy kicsit elszaladt az idő, de akkor már is hozom, jó? Hogyha még professzor úr hajlandó. Herbent Margit vagyok, és a jövőképhez azt szeretném mondani, hogy ahogy én látom, hogy nagyon fontos lenne a krisztusi tanításnak a naponkénti megélése az életgyakorlatunkban, a szeretetnek a naponkénti megélése, és ehhez ismeretre van szükségünk, ugyanúgy az iskolákban, mint a felnőtteknek nekünk, és ezt ugye a Biblia tanulmányozásukkal és a napi igeolvasással ismerhetjük meg, és a bibliai tanításban a szeretet a legfőbb gondolat, ugye Isten a szeretet, és az mindent legyőz, mindent elfedez, soha el nem fogy, mindent elhisz, és a hit, remény, szeretet közül a három közül legnagyobb a szeretet. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ehhez fűzzem hozzá azt, hogy a néphagyományban én őshagyományt látok, és az őshagyomány ez nem is az Óha, hanem az Új Szövetségnek az értékrendje. Faragó Laura írt egy könyvet, a Biblia és a Palladák. A Balladákban hogyan tükröződik a Biblia értékrendje? Nem az Ószövetségi, az Új Szövetségi. És nagyon érdekes, hogy a katolikus egyház elmulasztotta, és máig nem pótolta azt, hogy volt egy Wilhelm Pater Schmidt nevezetű Verbita, Isteni Igens Társaság, ez a térítéssel foglalkozó rend volt, és ez egy tudományos intézetet hozott létre, az Antroposz, ami azokat a népeket vizsgálta, akik legelmaradottabbak voltak, még törzsszövetséget se hoztak létre, hanem ilyen hordákban egy-egy vezetővel hát beszorultak a államalkotó és katonasággal felszerelt nagy országoknak a népe elől az őserdőkbe, a busmanok, a kalahári sivatagba és a többi. És ezekhez kiküldött emberei leírták ezeknek a népeknek az etikáját. Tehát mondom, még törzsszövetséget se alkottak, hanem csak
egy közösséget, amit egy, mindig az vezetett, aki a legáldozatkészségesebb, szolgálta azt a 4-5-10-20 családból álló közösséget. És ezeknek az etikáját leírták az ő emberei, 15 kötetben jelent meg, és ez tökéletesen az új szövetség etikája. És még az új emberben is így ezt olvasom, hogy amikor a történelem során megjelennek a monoteista vallások, judaizmus, kereszténység, mohamedanizmus. Hát ezek a kutatások azt mutatják, hogy a legősibb, még földművelést sem ismerő, gyűjtögető vadász népek mind egyistenhívők. És minden egyébben teljesen olyan, mintha az evangélium, az új szövetségi evangélium szerint élnének. Meg önfeláldozóan gondoskodnak a betegekről, a gyerekekről, minden erőszakot elutasítanak. Párházasságban élnek, nem csoportházasságban. És bár életmódjukban hasonlítanak a orangutánokhoz, meg a csimpánzokhoz, de egészen más társadalom ez. És az a vezetőjük, aki a legáldozatkészségesen a többieknek szolgálatára áll. Vagyis a legősibb emberi erkölcs, az ős erkölcs, ami megjelenik a néphagyományban is, csak kicsit mindig torzulva a hatalmi viszonyok miatt, amit a parancsolat, a krisztusi parancsolat előír. És az nem egy szigorú, nehéz törvényeknek a nehéz betartásáról szól, hanem a boldog életnek a játékszabályai. Hát azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem kaphattunk volna. Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem valamennyiünk nevében megköszönhetem ezt a szellemileg, lelkileg gazdagító és hitet adó beszélgetést András Falvi Bertalan professzor úrnak és Povedák Istvánnak, a beszélgetőtársának. Önöknek én köszönöm szépen, hogy itt voltak. A könyvtárnak köszönjük szépen a vendéglátást.